A Boston Dynamics az elmúlt évek során igen felkapott lett, ami nem meglepő. Minden egyes robotos videójuk futótűzként terjed. A vállalat folyamatosan fejleszti a gépeit és a mögöttük álló technológiát. Vannak, akik szerint ez már a robotika jövője, mások egyenesen boszorkányűzés jellegű ellenkampányokat folytatnak, azonban érdemes kicsit a jelenség mögé nézni. Annyi biztos, hogy nem véletlen a kételkedés, ennek pedig a legfőbb oka, hogy a Boston Dynamics egy magánvállalat és nem egy államosított kutatóintézet. Ebből kifolyólag nem kötelesek megosztani, hogy hol is állnak a kutatások, milyen fejlesztésekkel álltak elő, és úgy egyáltalán mivel is foglalkoznak pontosan. Még a robotika legnagyobb szakértői is csak találgatnak, hogy mi folyhat a zárt ajtók mögött. A helyzet azért nem annyira kényes, mintha az 51-es körzet titkait firtatnánk, sőt, az elmondások alapján a Dynamics csapatának a titka abban rejlik, hogy a bonyolult, milliméterpontos számításokkal szemben a próba szerencse elfhajtja a projektjeiket. Persze még így is óriási tervező munka áll a robotjaik mögött, ám minden egyes lépcsőfokot a funkcionalitást övező hibák kiküszöbölése által másztak meg, ez pedig csak hosszas próbálkozás oldható meg. Elég megnézni például a leghíresebb Atlas névre hallgató modelljüket. Elviekben a robot metastabilis, tehát az esetek többségében stabilan működik, ám megvan a lehetőség annak, hogy hibázik. Azonban a Boston Dynamics-nél pontosan erre építenek. Minden egyes rosszul megtett manőver egy újabb lehetőség a hiba elemzésére. Legyen szó bármely kutatóintézetről világszerte, az szinte biztos, hogy a robotok nagy részét bonyolult számítások által igyekszenek úgy megtervezni, hogy azok ne hibázzanak. Ám ez nem könnyű feladat, és nem is biztos, hogy eredményesebb, mint a Dynamics módszere. Erre Atlas működése remek példa, pontosabban a híres hátraszaltós videója. A robotnak ehhez a művelethez csak néhány megközelítőleges kalkulációra van szüksége. Amint sikerül a manőver, a gép elvégzi a korrigáláshoz szükséges számításokat. Nem kell tehát tökéletes ugrásnak lennie, bőven elég, ha csak egyszerűen megfelelően landol. Minden ilyen próbálkozás hozzájárul ahhoz, hogy legközelebb már könnyebben menjen az adott feladat. Mindez igaz az extrémebb körülmények közt lezajló kísérletekre is. A fűben, homokban vagy akár hóban végzett tesztek nagyban hozzájárulnak a robotok mozgásának és stabilitásának tökéletesítéséhez. A sikerhez nincs szükség óriási precizitásra, a lényeg, hogy a robot egy adott számítást a kijelölt határidőn belül elvégezzen. Elég, ha csak a vállalat korábbi Big Dog nevű projektjét vesszük alapul. A számítás célja, hogy a gép kiegyenesedve tudjon közlekedni, a határidő pedig az a pont, amikor már nem tudja magát megtartani és elesik. Ebből is látszik, hogy a tökéletességtől még nagyon messze állnak ezek a szerkezetek. A Dynamics robotjaival kapcsolatban a legnagyobb tévhit, hogy önállóak. Ettől távolabb nem is állhatnánk a valóságtól, hisz ugyan rendelkeznek a megfelelő kalkulációk elvégzéséhez szükséges rendszerrel, ám a munka oroszlán részét továbbra is az emberi tényező végzi el. Rengetegen felelnek a megfelelő mozgások betáplálásáért, valamint különböző távirányítókkal képesek is átvenni az irányítást a gépezetek felett. Ennek tükrében kijelenthető, hogy nem önállóak. Legalábbis nem olyan értelemben, mint mi emberek, vagy a fejlettebb mesterséges intelligenciák, amelyekkel sokszor kapcsolatba is hozzák őket. Önállóságuk mindössze az előre beállított rutin feladatok elvégzésében merül ki, saját döntéseket nem tudnak hozni. Mindezek ellenére sokaknál kicsapta a biztosítékot az ominózus Atlas videó, ahol a robot egy dobozt próbál felvenni a földről, miközben a Dynamics egyik alkalmazottja próbálja ebben meggátolni. Ám a vállalat elmondásai alapján ez mindössze nézőpont kérdése. Sokan azért éreznek együtt ezekkel a gépekkel, mert mindenki számára ismert kinézet. Látták el őket. Atlas például egy személyre hasonlít, míg Big Dog nevéből is kiindulva egy kutyára. Ettől függetlenül továbbra is gépekről van szó, amelyek nem éreznek semmit, ha egy adott feladat nem jön össze. Mindössze korrigálják a számítást. Pontosan ezért a legtöbb kutató bizakodva néz a jövőre és magabiztosan állítják, hogy az emberek és a robotok tökéletesen megférhetnek egymás mellett. Még ha el is jutunk oda, hogy a robotok vegyék át az emberek által végezhető munkák egy részét, az sem jelenti, hogy ez feltétlen negatív hatással lenne az emberiségre, sőt, inkább növeli az emberi életet. Értékeit. Talán még az ajtót is kinyitják nekünk.